Jó, akkor kivágod az elejét? Persze. Jó, jó, van, na. Így elférsz? Ha? Na, mehet, figyelj. Most minek örülsz? Azt mondja, ne nézzél oldalra, oda figyelj. Az mehet bele a vízbe. Elkezdhetjük? Várjál. Akkor oda. Hát ott a kamera, igen. De fejed, de amúgy te nevetted el. Mehet. Most kell megfúrni. Nem meredkes a körny. Figyelj. Sziasztok! Sziasztok! Az ekohorgászat következő részét látjátok. Ebben a videóban több napos horgászatot szeretnénk megörökíteni, megmutatni nektek. Reméljük, hogy halat is tudunk fogni. Hol vagyunk? A keleti főcsatornán. Így van, tehát a keleti főcsatornán horgászunk. Nem is tudom, hogy ez már a hármas szakasz-e. Azt gondolom, ez már a hármas szakasz. Egy nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget. Ez egy olyan horgászat lesz, amikor nem tudom mennyire látszik, de egy stégen ülünk, egy viszonylag nagy stégen, és ez a stéghez tartozik egy vendégház is, hívhatjuk vendégháznak, a Menta a Keletin nevezetű szálláshely, amit majd mindenképpen meg fogunk nektek mutatni, mert van róla mit beszélni, elég érdekes hely, és rengeteg szolgáltatást nyújt egyébként. De most konkrétan a horgászatról, tehát ez egy ilyen 2,5 napos horgászat lesz, vagy inkább 2 nap, ha úgy nézzük. Hát péntek, szombat, vasárnap úgymond, de úgy 2x24 óra lesz körülbelül. Olyan dél körül érkeztünk, bepakoltunk, ugye a házat magunkévá tettük, lepakoltunk ide a stégre, és annyit tettünk még meg, hogy a stéghez és a házhoz, a szálláshoz tartozik csónak is evezővel. Igen jó minőségű, viszonylag nagy csónak. Úgyhogy ennek a segítségével átmentünk a túloldalra, áteveztünk és megszórtunk 2 helyet, egymástól függetlenül. Kukoricával, sima főtt kukoricával, semmi extra, csak ezzel etettünk. Így kézzel simán beszórjuk. Nem sokat. Lehet, hogy itt soknak tűnik, hogy kézzel dobjuk, de ez egyáltalán nincs. Patrik úgy döntött, hogy egy pár gombócot is dob. Az etető anyag kukoricával összekeverve. És valójában most kezdtük el a horgászatot tehát nem olyan régen. Az aktuális állapotról annyit, hogy viszonylag húz most a víz, és jönnek folyamatosan le ilyen náddarabok, meg ilyen saláták a víz felszínen. Úgyhogy folyamatosan figyelni kell a botokat, hogy nehogy az húzza, meg aztán előtte kivenni, ne akadjunk bele, stb. Volt olyan, hogy felszaladtunk gyorsan valamire, mire visszajöttünk, már hallottuk, recsög a fék, azt hittük, hogy hal van. Meg is örültünk. Meg neki. Is örültünk, szaladtunk lefele, pedig tényleg nem voltunk, egy pár percet voltunk fenn, és már egészen len volt a cucc, mert rajta volt a saláta. Úgyhogy egyelőre nem egyszerű a horgászat, ezt ugye nem lehet kiszámítani, tehát maga a keleti az tényleg eleve halfogás szempontjából sem egyszerű terep. Azt meg, hogy most mennyire, tehát a vízállás sem, mennyire húz a víz, milyen gyors a folyása aktuálisan éppen, itt vannak-e a halak, meg hogy ezek a hordalékok mennyire jönnek, mennyire nem. Tehát ezt sajnos nem lehet előre kiszámolni. Most jelenleg ez van, de lehet, hogy egy óra múlva már le is lassul akár, vagy megszűnik ez a hordalékozás. Egyébként már most, mintha jobb lenne. Igen, hát meg nem csak az, hanem hogy a hőmérséklet azért egész nap, meg az utóbbi időben folyamatosan meleg idők voltak. Egész héten nem esett az eső,
Most is olyan füllett meleg idő van még, nem tudom mennyi az idő, 6 óra, fél hét van, még mindig olyan füllett az idő. Fél hat. Fél hat. Azért ez is nagyon befolyásolja a halak mozgását, aztán majd tényleg a végén kiderül, hogy merre találjuk meg a halat. Hát reméljük, hogy megtaláljuk. Mozgasd a lábod, mert mozog a kamera. Nem mozgasd a lábod, szállal? Igen, igen, szóval nem egyszerű, az biztos, az időjárása kedvez. Hát bízunk abba, hogy a késő esti órákban, esetleg a reggeli órákban, vagy akár éjszaka, mert itt azért szokott menni a keletén, ugye ez vadvíz, mesterségesen kialakított, de egyértelműen vadvíznek minősül, úgyhogy nem lesz egyszerű, szerintem semmiképpen, de ha sikerül halat fogni, az csak hab lesz a tortán. Aztán, hogy miért mondjuk ezt, a szállás miatt nyilván, arról meg majd fogunk bevágni egy pár részt, úgyhogy meg fogjátok érteni, és csak ajánlani tudjuk a keletinek ezt a fajta kikapcsolódását, amikor nem az van, hogy kijövünk, és akár az autóban éjszakázunk, és várjuk a kapást, vagy akár sátorba, vagy csak egy hétköznapi pecára, ha lejövünk, az is nagyon jó, természetesen, az horgászatról szól, viszont amikor többen jövünk ki, mi se ketten jöttünk, négyen jöttünk, tehát amikor vagy esetleg családdal jön ki az adott ember, tehát a férfi ember például, akkor ugye fontos lehet az, hogy hol lesz a szállás, hol van a szállás, milyen kényelmi funkciók, feltételek szükségesek mondjuk a feleségekről, hogyha beszélünk. Úgyhogy erről mindenképpen mutatunk majd egy pár részt, és beszélünk róla, mert azt gondolom, hogy ez fontos ezen a horgászaton, ez nekünk is fontos, medencéztünk is, tehát már minden volt. Úgyhogy szerintem pecázzunk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, és csak reméljük, hogy fog nektek is tetszeni, és majd tudunk mit mutatni. Görbüljön! Még azért beszélünk arról, ha már is szépen lezártad, hogy hogyan is horgászunk. Az igazság, hogy többféle, mivel kicsivel több időnk van, többféle horgászmódszert terveztem én legalábbis, meg szerintem te is. Igen, így van. Tehát ugye az, hogy metódozunk, az természetes, hosszú előkézni is meg fogunk próbálni, az is biztos, talán sügerezni a part mellett, arra is látok esélyt, úszózásra, fenéken esetleg ragadozó halazásra, éjszaka, én meg szeretném próbálni, meg nem metóddal, hanem egy végollommal feljebb kötve esetleg fűzött kukoricát, főtt kukoricát, ha már azzal etettünk, az etetésre odadobva, éjszakára, az is egy opció, úgyhogy többféle technikát fogunk űzni, aztán meglátjuk, hogy melyik lesz a legjobb, esetleg fogunk-e valamit bármikkel is. Hát igazából ugye az első számú célpont az a dévér, a pont, az amúr, aztán éjszaka ugye, ahogy mondtad, meg is próbáljuk a ragadozó halakat is megfogni, aztán ugye mivel nagyon sok lehetőség van erre, kipróbálunk minden módszert, aztán a végén el fogjuk tudni mondani, hogy melyik módszer volt igazából, vagyis melyik az a módszer, ami bevált most nekünk ezen a két nap. Pont. Igen, igen. Tehát az elsődleges célhal azért a ponty, megmondom őszintén, hogy igazán jó lenne fogni egy amúrt. Még itt a keletén én sem fogtam amúrt, meg akasztottam már, de meg nem sikerült fogni. Reméljük majd most sikerül, de ha nem, akkor se lesz gond, mert tényleg jó a hangulat, jó idő van, jó helyen vagyunk, úgyhogy ez már rossz nem lehet. Na menjünk pecázni! Görbülje! Ment a keletén Echo Fishing! Ezek lennének azok az úszadékok, amik enyhén szólva meghiúsítják a horgászatot. Szóval ezerrel küzdünk velük. Boldogunk lennénk már, hogyha megállna ez az úszadék folyás, hogy lefolynának végre az összes, de mire azt gondolnánk, hogy vége van, már nem jön több, addigra megint jön egy rakat.
Na, jó reggelt! Jó reggelt! Felkeltünk. Már jóval ezelőtt, de egy kis beszámoló az éjszakáról, meg úgy összességében a tegnapi napról. Az a helyzet, hogy még mindig rengeteg a hordalék. Erre ugye nem lehet felkészülni, ezért az éjszaka az egyáltalán nem volt horgászható. Tehát nem is tudtunk rá felkészülni, ugye nem világítjuk a vizet folyamatosan. Aztán bedobtuk, eltelt 2-3 perc, már húzta valami. Akár egy nátszál, akár egy teljes nátsziget szinte. Úgyhogy teljesen meglehetetlenítette a horgászatot. 11 óráig, éjfélig próbálkoztunk, legalábbis én. Patrik már hamarabb feladta. De be kellett lássam, hogy esélytelen a horgászat. Sajnos most is ez a helyzet, de most legalább látjuk. Valamelyes fel tudunk készülni rá, ha jön éppen egy nagy valami. Viszont az a baj, hogy víz alatti növények is úsznak. Úgyhogy sokszor csak tekeri. És ugye nincs más megoldás, mint kivenni. És annyira nem eszik a hal, hogy egy-két perc alatt elhúzza bármi is. Úgyhogy ki kellene ülni a halat, de így ez nem igazán lehetséges. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Egyébként 2 darab keszeget fogtunk tegnap, meg törpeharcsákat. Törpeharcsa jelenleg annyira nincs jelen, ha peletekkel horgászunk, hogy folyamatosan rángassa, tehát ilyen gond nincs. Viszont élő csalival nem lehet horgászni, az biztos. Úgyhogy teljesen kínszenvedés van még jelenleg is. Hát csak bízni tudunk abban, hogy csökken ez az uszadék mennyiség, és végre el tudunk kezdeni rendesen horgászni. De pont ebből a szempontból jó az, hogy ilyen helyen vagyunk, mármint egy ilyen szálláson, ahol el tudjuk ütni az időt mással is, és jól tudjuk érezni magunkat. Hát sajnos ez a horgászat egyelőre ilyen, de reménykedünk benne, hogy alakul ez még valahova. Megjött a mai első keszeg. Már ennek is örülni kell. Most már egyre kevesebb hordalék jön lefele, lehet hátra most már. Rá ne szóljunk. Megindulna. Nem a legnagyobbjából van, de ez azért már nem rossz. Rögtön jött még egy kapás. Valószínűleg dévé lesz ez is. Hát nem. Kátya? Halatveddó. Törpeharcsa. Hát ilyen is van. Na hát tudni. Végre sikerült egy jó halat akasztani. Hú, de örülök, gyerekek. Az etetett helyről jött. És érdekes, végre, hogy... Végre. Nem az etetésről, mert elrébről jött. Elrébről? De az az irány. Végre egy pont, ezt nem hiszem el. Egy ilyen szenvedős tegnap, szenvedős éjszaka után. Még a mai szenved, mai is szenvedős pont. És elhúzta. Vagyis ez nem igaz, mert visszaejtette. Na várjál, ne örüljünk a medve bőrének előre, először jöjjön ki onnan. Gyerekek, én már annak is örülök, hogy ez megakadt. Már ha elmegy, se érdekel. Hát engem érdekel. Én már örülök. És itt van mindjárt dél. Tehát abban is akartuk hagyni a pecát ettől a hordaléktól. Menjünk medencézni. Csináljunk egy pöpec pörköltet, hogy valósuljon. Az jó legyen mindenkinek, tudjátok. De milyen jó, hogy emlékszem, mondtam is neked, Patrik, hogy délig üljünk még azért egy kicsit. Vegyed a halat most már. Jó, van. Ott van. És ott a pont. Ott van. Hát ennyire, én nem is tudom, mikor örültem utoljára. Te még kirázott a hideg. Ilyen 2 kilós ponynak. Na óvatosan, mert, és nézzétek meg, hogy
és ott jön a hordalék lefele. A saláta lefele. És itt is itt a hordalék, vigyázz, nehogy bemenjen alá. Csak pont visszaverődik a nap. Nem is rossz. Nem is rossz. Kéznél van? Megszűrjük ezzel a kicsi keszegezővel. Hát ott tényleg gratulálok. Ezzel... Várjál még! Ú, gyorsan gratuláltál. Hát az előbb azt mondtad, hogy elég bán csak az érzet, hogy jó, van rajta. Jó, de most már, ha már eljött idáig, most már akkor legyen meg. Nem hagyja magát. Na, most már megszűrjük. Így. Ez az, gyerekek. Erre, mert ott a bölcső. Sírod is. Rajta 82 bot. Nézd, de mennyire örülsz. Nagyon. Azért az ember elmegy egy betelepített horgásztóra, akkor egy ilyen pontja az egy alapnak számít. Viszont most itt, ma, ezek után ez nagy boldogság. És hogy elmondjam nektek, Don Kábéc kenyeres pellet volt a csali, ananászos pop wafterrel. Gugolj már le, Patrik, hogy szépen látszódjon. Azaz. Amúgy gyönyörű hal. Szép színes. Jaj, de örülünk most. Na gratulálok, köszönjük szépen. Horgászok számára fontos a szúnyogriasztó, többféle megoldás elérhető. Kávé, tea a maximális mennyiségben, és még akár télen is. A mentakék dominál a kertben is. Mi készül? Pörkölt hallal. Ha, pörkölt hallal. Sertés comb pörkölt lesz majd egyszer, ha minden igaz. Na már megint húzni fogja. Hát ezért nehéz a peca. Egy kis helyzetjelentés a második napról. Hasonló a helyzet a tegnapi naphoz hasonlóan. Minden szempontból, bár halfogás szempontjából valamivel jobb a helyzet, lényeg az, hogy a hordalék az megint, vagyis még mindig
jelentős. Napközben mintha kevesebb lett volna, viszont most estére megint nagyon jön. Úgyhogy ilyen 5-10 perc, hát 10 perc, azt mondom 10 perc az a maximum, de inkább 5 percig lehet benn hagyni a szereléket, az már jónak számít. Viszont sajnos ebbe a helyzetbe, ebbe a meleg időjárásba nem olyan egyszerű halat fogni 5 perc alatt. Úgyhogy szenvedés van minden tekintetben. Tehát visszatérve az időjárásra, ugye egész nap 40 fok, semmi szél nincs, be van állva teljesen az idő, úgyhogy alapvetően is nehéz itt halat fogni ilyen időjárás mellett. Hopp, a másikon, jobboson volt egy kapás, azon most hosszú előke van egy szem csemege kukoricával, valószínűleg a törpeharcsa lehet, hogy már le is ette. Mert a törpékkel még mindezek mellett még küzdelem van külön. A pelletet, tehát hogyha pelletcsali van fent, azzal is lehet sajnos a törpét fogni. Viszont annyira nem jelentős szerencsére, hogy teljesen meghiúsítsa a horgászatot. Inkább ez a hordalék a problémás, meg ugye az időjárás, azért hogyha kicsit hűvösebb lenne, akár szelesebb az idő, valószínűleg jobb lenne a helyzet. Sajnos nem az. Viszont szerintem nem panaszkodhatunk, mert minden ilyen körülmény ellenére sikerült pontyot fogni, és a mai nap legalább 5 darab dévér keszeget is fogtunk, úgyhogy nem pecáztuk végig a napot, hanem hát jó pár órát azért horgáztunk, de ebben a melegben meg a hordalék, mikor jobban jött lefele, akkor teljesen meg kellett állni a pecával. Viszont ilyen szállás mellett azért medencézhettünk, zuhanyozhattunk, főzőcskészhettünk, pihenhettünk, úgyhogy nem volt az, hogy fel kell állni, haza kell menni. Ellenkező esetben már biztos, hogy hazamentem volna. Úgyhogy megetettük egyébként délután megint a helyszínt. Annyi változás volt még a tegnapi naphoz képest, hogy tegnap ugye a szemben lévő partszakaszt etettük meg, ami azt jelenti, hogy egy olyan másfél méteres mélységű vizet a part mellett a nádasok tövében etettük meg, azt horgáztuk éjszaka is, már amennyire tudtunk horgászni, és a tegnapi nap folyamán egyetlen dévérkeszeget sikerült fogni, a többi törpeharcsa volt, úgyhogy nem igazán jött be az a távolság, úgyhogy kijebb jöttünk már, mint a víz közepe felé legalább 1-2 méterrel, és így már eredményesebbek voltunk a mai napon. És ezt a távot etettük meg, most hát késő délután olyan 4 óra körül, és reméljük, hogy a ma este, éjszaka esetleg, ha fogunk tudni horgászni, akkor eredményesebb lesz, hát meglátjuk. Na sziasztok, jó reggelt! Az utolsó horgásznapra ébredtünk, és teljesen más időjárás fogadott, mint az eddigi napokban. Na, elkezdem a tegnap este éjszaka, ugye nem láttatok róla videót, tehát sok minden nem történhetett. Megint csak nem tudtunk horgászni, több okból, amelyik okokból akár egy is meghiúsíthatta volna a horgászatot. De sajnos több is volt. Tehát egyik az, hogy ugye valószínűleg rányítottak a zsilipre, jött a hordalék még jobban, nem tudtunk horgászni. Aztán, mire besötétedett, feljött egy nagy vihar, fújt erősen a szél, volt egy kis eső is, bár az nem volt mérvadó, de esett. Inkább a szél, ami ezt a hordalékot még forgatta bele a vízbe, villámlott, karbonbotokkal ilyen időjárásban, egy stégen ülve, nem túl szerencsés. Úgyhogy megint csak nem tudtunk úgy igazán éjszaka horgászni. Viszont most arra keltem, hogy kellemes hűvös idő lett, fúj a szél, hullámzik a víz, mintha tisztább lenne, de lehet, hogy csak beleforgatta a hordalékot a szél a vízbe, viszont még nem húzta el, az első dobásom van benn, és még nem húzta el a hordaléka spicceket, úgyhogy
talán még jó is lehet. Tehát ennek a viharnak volt már egyébként jele, nagyon-nagyon beállt időjárás volt, nagyon meleg, teljesen vihar előtti csend, semmi szél nem volt, valamint a légnyomás is szakadt le a tegnapi nap folyamán, és este, mikor a vihar megjött, akkor elkezdett föllendülni és megy felfelé, úgyhogy most minden adott a horgászatra, tényleg az időjárás, kellemesen érzem én is magam ebbe a frissebb időbe, kicsit fúj a szél, hullámzik a víz, ez jó szokott lenni a keletin. Viszont sajnos már csak olyan 3 óránk maradt horgászni. Ha több lenne, akkor még meg is etetném most így hajnalba a túlpartot, mivel hogyha éjszaka ilyen jó idő volt és ment a hal, vagy evett a hal, akkor valószínűleg eltüntették már az etetést. De erre már nincs időm, inkább horgászok rá metóddal. Hát ha mégis sikerül még halat fogni, bár így is többen beszéltük már, hogy az ilyen, ezen körülmények között, amik voltak, így is csoda, hogy akár egy halat is fogtunk. Főleg úgy, hogy éjszaka nem is tudtunk horgászni, úgy igazán egyik nap se. Na már a spiccem az már így jár, úgyhogy már valami fennakadt a Damilon valahol félúton. Nem baj, úgyis frissítek egyet, mert már eljött annak az ideje. Úgyhogy azért én bízok benne, hát ha sikerül még mutatni nektek így a végére halat. Megmondom őszintén, hogy nagyon örülnék neki. Na lássuk. Hopp, hopp, hopp. Hossz előként valami. Sikerült, de lehet, hogy csak törpe. Egy szem csemege kukorica volt a csali. Bár nem is szokta a törpe kapni. Nem is törpe. A másikat is húzza valami, vagy én húzom? Nem én húzom. Hopp, hopp! Másokat is elvitte valami. Mindegy, először az egyiket. Szép keszeg. A másikat meg szerintem már nem húzza. De! Másikat is elhúzta valami közben. Ezen is van szerintem egy keszeg. Úgyhogy mindenképpen megindultak az események. Ez már a 3. dévér. Ezt viszont ki kell emeljem, mert a másik benne van. Oj, de szép! Jó! Hopp! El is szakadta. De ez már kint történt. Na! És nézzétek! Milyen szép keszeg! És egy gyönyörű szép bodorka is beköszöntött. Azért a mai nap másabb, mint az előzőek. Na megmutatjuk, hogy mit sikerült fogni, vagyis annak egy részét. Nem minden halat tettünk el. Hát ahhoz képest, hogy kicsivel több mint 2 napot horgáztunk, nem nagy zsákmány, viszont az ismert körülményekkel számba véve azért nem rossz. És van benne egy szép bodorka is, megmutatod, Patrik, ott van a farkánál. Aha, aha, látszik most már. Ott van, Patrik, mit csinálsz? Ja. Nem ismered a bodorkát? Igen. Meg ugye a ponty, meg pár darab dévért eltettünk. Nem volt ez azért olyan rossz? Végét ért ez a 2-2,5 napos horgászat. A horgászat szempontjából ugye kínszenvedés volt, azt láttátok a videó közben. Viszont a eltöltött idő a hangulat szempontjából ezt nem lehet elmondani semmiféleképpen.
Ezt ugye nagyban segítette a szállás, ahol vagyunk. Horgászat oldalról most nem kezdjük el szerintem elmondani, hogy mik történtek a videóból, szerintem minden kiderült. Annyi még, hogy végül nem ragadozóztunk, ugye, mert az bedobjuk, arra várni kellett volna, a hordalék miatt egyáltalán nem lehetett. Úgyhogy inkább a metódot erőltettünk, meg végolmos szereléket, szerintem én is, te is. Ezeket hosszú előkésztem is, azzal kezdetben csak a fekete harcsa, törpe harcsa jött, fekete amúgy, fekete törpe harcsa. Most ma sikerült vele keszeget is fogni. Valójában ennyi. A nagy változás az ugye, ahogy kiderült a képsorokból, az a mai nap volt, ugye ez a kis vihar, ami este volt, ez a mai napot teljesen megváltoztatta, a légnyomás is megváltozott, megemelkedett a tegnapi csökkenéshez képest, és elkezdett enni a hal, csak ma fogtunk annyi keszeget, mint az előző, csak ma reggel, mint az előző napokban összesen, sőt lehet, hogy még többet is. Pontyot ma nem sikerült fogni, de legalább sikerült egy tiszteletpontyot megfognunk, és így nem megyünk haza a szégyenbe, nem maradunk szégyenbe. Na szóval én metódot erőltettem meg a végolmos szereléket, te? Hát meg igazából ugye megnehezítette a horgászatot ez, hogy állandóan jött lefelé a dzsuva, hogy éjszaka volt az a kis szélvihar, meg esett egy kicsit az eső, megtisztult a víz, azért ma reggel már sokkal egyszerűbb volt horgászni. Ez így, hogy így jött le végig lefelé a dzsuva, annyira megnehezítette a horgászatot, hogy hihetetlen. Tehát ez, hogy két perceként azt látjuk, hogy a bot vége görbű befele, mert valami elhúzza, persze de nem hal. Nem hal, így nem csak az, hanem még az embernek a kedvét is elvette a horgászattól, mert egyszerűen nem tudta élvezni a horgászatot. És mindegy, hogy milyen módszerre, hogy próbálkoztunk azzal, hogy ne akadjon bele a damil a dzsuvába, mindenféleképpen beleakadt, úgyhogy még így is hagyjuk, hogy ennyi halat sikerült fogni. Szóval nem a szép arcát mutatta a keleti, de azért ma már elkezdte mutogatni azért azt az arcát is, ami már a szebbik, de sajnos ebből mi nem kapunk sokat, viszont aki esetleg most jön, most kezd el horgászni a keletin, már mint ma, az biztos nem ezt fogja tapasztalni, sokkal jobb lesz számára a horgászat. Esetleg szeretné még valamit hozzáfűzni? Hát igen, ezt akartam mondani pont, amit most te mondtál, hogy most aki el a szállás helyre jön utánunk, az most nagyon jól fog járni, mert van egy rettentő jó hely, beetettünk szemestengerivel, ugye mi nem nagyon tudtuk meghorgászni a dzsuva miatt, na most letisztult, ahogyha jön utánunk most valaki, ő megeteti a helyet, szerintem az idő is sokkal kellemesebb, fúj egy kicsit a szél, biztos, hogy jó nincs lesz. Olyan meleg. Nincs olyan meleg. Én nem erre gondoltam, hogy ez erre a konkrét helyre jön is jobban fog járni, mint mi, viszont általánosságban jobb most a keleti mától, mint mondjuk az előző két nap. Szóval ennyit a horgászati oldaláról, a másik oldala pedig, hogy ugye gyakran sokszor hosszú időintervallumot nem tudtunk meghorgászni időbe, tehát nem tudtunk egyszerűen horgászni, de szerencsére jól el tudtuk tölteni az időt. Szeretnénk megköszönni a Menta keletin szálláshelynek ezt a lehetőséget, hogy úgymond kipróbálhattuk ezt a nyaralót, és megmutathattuk nektek, csak ajánlani tudjuk. Tényleg a stég is megfelelően nagy, ami szolgáltatásokkal mi itt találkoztunk, az tényleg szerintem more than I wanted, hogy mondjuk azt magyarul, tehát... Jótok érzed. Tehát sokkal jobb, mint amire számíthattunk volna, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, remélem, hogy tetszett a videó, várunk a következő részbe is titeket, sziasztok! Sziasztok! Mi a helyszín? Hát igazából itt vagyunk a keleti főcsatornán, a Menta vendégházba. Hát de most azt mondtad, hogy figyelj, mi a helyszín. Figyelj, hát ott vagyunk. Várjál, a Mentával kapcsolatban én majd beszélek, te nem lítsd. Hát akkor milyenek kérdezted meg, hol vagyunk? Itt vagyunk a Tiszatavon, az a lény. Vagy az a lényeg, hogy itt vagyunk a keleti. Látom is, hogy ott szörfözek. Na, figyelj. Én jövök, azt nézd csak azt, akkor már egyből. Hát ott? Akkor mikor? Iszunk egy fele? Hát az könnyű megsütni, az vékonka. Milyen az eleve meg van sűrű, már nem a vészélre. Is, jaj, is. Hát te már handicappel indulsz.
többet tolkunk, amit félünk. Jaj. Na, így már meg brúta. Több fél. Egzotikus kókusz tekert. Ez az angolali házunk. És a BMW. Mascarpone! Hey, dick cigány! Málna lekvár, málna hey, vaporgázba! Nekek mi a f***n bajzok van? Mascarpone van! Királyt! Meg tudja beszélni, hogy kidegesben mi van?